1456. július 22. napján az egyik legtehetségesebb hadvezér és államférfi elődünk, Hunyadi János, karöltve Kapisztrán János vezette keresztesekkel, élete egyik legnagyobb győzelmét aratva, meghiúsította a török nagyra vágyó terveit Nándorfehérváron, megvédelmezve ezzel az egész keresztény világot. A pápa, mikor tudomást szerzett a történtekről, örömében még aznap, augusztus 6-át, az Úr színeváltozásának napját, Hunyadiék diadalának emlékére az egész kereszténység kötelező ünnepévé nyilvánította. Eztán az Oszmán Birodalom 1521-ig, vagyis több mint 60 évig meg sem kísérel hadjáratot vezetni Magyarország ellen. Minek a fényében is olyan nagy dolog ez? Tudni kell, hogy nem csak egy egyszerű, ellenséges ország hódító szándékaival álltak szemben Hunyadiék, hanem a világ akkori legerősebb hadaival. Második Mehmed szultán rendkívüli ambícióit senki sem vonta kétségbe, főleg miután 1453-ban elfoglalta Konstantinápolyt. Európán ekkor általános rettegés lett úrrá. Állítólag a török vezér kijelentette, hogy az elkövetkezendő háborúja során reggeliét Nándorfehérváron, ebédjét Budán, vacsoráját pedig Bécsben kívánja elfogyasztani. Ilyen előzmények után Magyarországon mégis minimális összefogás volt tapasztalható, így Szilágyi Mihály várkapitány és sógora, Hunyadi, a saját költségükön néztek szembe a törökkel. A helyzet komolyságát mutatja, hogy a pápa, harmadik Kallixtusz, isteni segítségért könyörgő bullájában elrendeli a déli harangszót, mely akkor még csak a délután 3 és 6 óra közötti harangozásokat jelentette. Mit taníthat mindez a ma embere számára? A várat védők, a felmentők, sőt akár a pápa személye is példaképként lebeghetnek a hétköznapok kihívásai között meggyötört, mai átlagember tekintete előtt. Az ellenség elsöprő, félelmetes ereje dacára és minden háttérországbeli nehezítő körülmény ellenére ezek az emberek nem kifogásokat kerestek, hanem próbát tettek azzal, amiük volt. Ha ők ezt ott, ilyen körülmények után megmerték lépni, akkor a mai, akár sokkal kisebb, hétköznapi problémáinkkal való szembenézés esetén miért nem meríthetnénk erőt, inspirációt őseink bátorságából és álhatatosságából?